Van itt akkora dugó volt itt, hogy ezt el se hiszitek. Nézzétek. Ez már rendőrök nem tudtak jönni, beállt mint a szög az egész. És mit keres itt az ötös busz? Ezt nézzétek. Hoppá. Jaj, hát itt aztán mi történik. A meccs van? Hát, hogy meccs van. Itt áll két ötös busz is, aminek nem kéne erre járnia. Az előbb három villamos állt a kereszteződésbe. És itt azért keresztbe kasul mindenhol. És a Népliget óta ez van. Tehát biciklivel lehet közlekedni, mással nem nagyon. Arrafele akkor kb. A Népligetig állasol. És ott is nézzétek meg. Azért lehetnek terelések, mert az ott egy 133, és ennek se, nem kéne erre járnia. Nézzétek meg, itt áll benne egy villamos, ez se tud kimenni. Na majd talán most kimegy. Aha, na. Egy villamos ki tud menni, már jön mögötte a következő. De arról még mindig nem indult meg a... Na majd megnézem, de biztos, hogy valami meccs van. Ott a Puskás stadionban arra. Biztos, hogy ott van valami. És arról még mindig nem jönne. Ah, most már jöttek a rendőrök irányítani a forgalmat. Az előbb bement ott a csőbe egy rendőrautó, és nem tudtak előre lehúzódni, mert nem volt hova. Nagy nehezen tudtak neki csak utat engedni. Na jó, 130-as mondjuk annak tényleg. De nem, mert ennek egyenesen kéne mennie. De ez egy üresen álló 130-as. Na majd még a sportnappal szemben van, de hát nem tudok mit csinálni arról is itt. És arról még mindig nem jött semmi. Aha, na most már igen, most már rendőr irányít. Pedig mennek pedig a lámpák. Szóval azt hittem baleset van, amikor láttam a karakosi sorban, de nem. Na. Na most ott el tud jönni a villamos. Jó. És ott várjon még egy. Egyébként Kerepesi Hungária kereszteződés. Ez igen. Na, ott arrafele is két oda nem illő busz van. 133. És egyébként a Hős utcából is jött ki egy busz, amelyik elállta a bicikli utat teljes egészébe, úgyhogy... És nézzétek, ott meg van egy ötös. Na, 95-ös, az is terelve. És jön a 133, igen, ez megy új palotára, és valamiért erre. Akkor a Tököli út másik oldalán is baj lehet. Ez két megállóval a Zugló vasútállomásnál kéne egyenesen menjen. És ott is már feltorlódtak a villamosok. Most jön egyszerre kettő. Nem fog beférni a megállóba. A másik nem is jött át. És ott meg egy terelt 195-ös. Azt se tud a Kerepesén jönni. És egyébként kurva sokan szállnak itt le. Biztos, hogy valami van itt. Szerintem meccs, de mondom, hogy nem tudom. Viszont akkor elnézek most már arra is, ez már érdekel. Ezt nézzétek, mennyi rendőrautó egy helyen. És arrafele. Hatalmas tömeg van. Hát nem tudom, mi történik itt, de valami nagyon. És itt is egyetek le van zárva az út, és ott vonulnak.
De nem is kevesen ezek, nem tudom. Lehet, hogy vonattal jöttek. Nem semmi. Híde sokan vagytok. Aztán. Nem semmi. Mi van itt? Aha. Kulis parking. Tudja, hogy foci meccs van. Vagy lesz. És ezt nézzétek. Hát ha nem foci meccs lenne, akkor nem lenne itt ennyi rendőr. Hát ez igen. Ez nem semmi. Hát ilyet ritkán látni errefele. Azt a mindenit. Ezért ez nem semmi, ha itt van. Ja. Csak túloldalt van a bicikli utána, de meg nem tudok menni. Nem semmi. Aj, kezdve meg hív valaki, de most nem tudok felvenni. Nem semmi. Ne, de már nincs semmi. Akkor most már nyugodtan haza mehetünk. Nem is ér. Oké, csúszunk vissza. Hát azért nem semmi, ilyet azért nem minden nap lát az ember. Hát most, ráadásul a kamera nem volt nálam, úgyhogy most csak telefonnal veszem fel. Viszont így legalább egyből mehet fel a YouTube-ra. Hát, mindjárt, hogyha végeztem a videózással, akkor nyomom be a feltöltést, aztán szerintem 10 perc múlva már kint lesz. Hát ez ennyi. És kis ezért zuglói életképek. Aztán majd hazaérek, azt is megnézem, milyen meccs lesz. Elmondom, szinte biztos, hogy valamilyen meccs van. Akkor szoktak itt ennyi lenni. Nem semmi. Na jó, hát akkor szerintem minden már nem lesz történés. Szurkolók elvonultak, nagyon sokan voltak. Itt pár rendőrök sincsenek minden sarkon. És biztos, hogy a Puskás stadionban lesz valami. Vagy legalábbis van a 99%. Úgyhogy sziasztok, ez csak egy ilyen kis gyors körbetekintő innen Zuglóból.